Szép estét, Kárpát-medence, Európa, kellemes reggelt Sydney, és szép délutánt kívánok a New York-i hallgatóinknak. Nagyon örülök, hogy ez a webkonferencia kezd egy interkontinentális találkozó helyé válni, és nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien fent vagyunk ilyen sok országból. A mai esti témánk egy nagyon érdekes téma lesz, a birtok konfliktusokról fog beszélni nekünk Karesz, ráadásul egy összefoglalót fogunk hallani a germánygyógytudomány szerint, hogy melyek ezek a birtokkonfliktusok, egyáltalán mit kell tudni a germánygyógytudományról, el fogja nekünk mondani a ma esti előadók, dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta, fogadják szeretettel. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és tényleg egy összefoglaló lesz, mert legalább 6-7 webkonferencia anyagát kell itt összekötnünk, és hát nyilván ez feltételezi, hogy azért valami fogalmunk van a dolgokról, illetve utalni fogok arra, hogy akit a részletek érdekelnek, azt merre fogja megtalálni, hogy ha valakinek első hallásra ez nagyon érdekesnek tűnik, és nem tud benne eligazodni, akkor tudja, hogy hol nézhet utána. A dolgokat mindig dr. Rike Gerdt-Hammer személyiségével kell kezdeni, hiszen ő az a fantasztikus kolléga, aki nem csak medicinát, hanem teológiát és fizikát is tanult, és az ő családi szerencsétlenségének köszönheti mindazt, amit felfedezett, ugyanis 19 éves fia a karjai közt halt meg. Hammer doktor tragédiája, hogy a gyermekét elveszítette, nála egy heredaganatot indított be, és ez indította Hammer doktort arra, hogy utána járjon, hogy más daganatos embereknél vajon milyen lelki megrázkódtatás mit okozott. Így fedezte fel Hammer doktor az 5 biológiai törvényt, amiből az első törvény tisztázza mindenki számára az okot, tehát a valós okot, ugye, az etiológiát, ahogy ezt tanultuk a medicinán. A második biológiai törvény leírja, hogy miként zajlanak le ezek az úgynevezett betegségek, ugye két fázisban. Aztán a harmadik törvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy mi is történik a két fázis alatt a szervezetünkben. A negyedik törvényben, hogy kik a segítőink a program megoldásában, és az 5. törvény rámutat mindennek az értelmére, ami a szervezetünkben történik, nagyon röviden csak átismételjük. Tehát az első törvény a rák vas törvénye nevet kapta, hiszen akkor Hammer doktor még nem tudta, hogy további 4 törvényt fog felfedezni, és ebben rögzíti a DHS körülményeit, vagyis Dirk-Hammer-szindróma kritériumait, hiszen a fiáról, Dirk-Hammerről nevezte el azt az 5 kritériumot, ami szükséges ahhoz, hogy egy lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indítson el. Ez az 5 kritérium a következő, mindig egy érzelmi konfliktusról van szó, egy drámai történet, ami hirtelen, váratlanul és nagyon súlyosan érint minket. És itt csak annyira állnék meg, hogy tisztázzuk, hogy ilyen az életünkben mindig lesz, volt eddig és lesz ezután is, de nem mindegy, hogy meddig maradok bent a konfliktusba, illetve mennyire magányosan élem át ezt az egészet. És ez a két tényező viszont csak tőlünk függ. Tehát ha azt bármilyen történet az életünkben megráz minket, és est beérkeztével nem fekszünk le úgy, hogy haraggal a szívünkben, hanem megbocsátással, megértéssel, elengedéssel, empátiával el tudjuk engedni mindazt, ami aznap történt velünk, akkor ezek a biológiai programok nem fognak bennünk krónikus betegségeket kialakítani. Hiszen mindig fog történni velünk valami nagyon súlyos. És mint mondtam, ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indítja el szervi szinten az elváltozást. És a DHS pillanatában
a szervezetünk rögzíti a sineket. Rögzülnek a körülmények, de nagyon-nagyon pontosan, ami ezután beindítja már biológiai konfliktus nélkül is az értelmes biológiai különprogramot. Már is mondok egy nagyon friss példát, épp az imént egy ilyen sin alapján jutottunk el a konfliktus megéléséhez. Egy fiatal ember buszon utazva Velence felé meglátta a tengerpartot, és elkezdett nagyon-nagyon szédülni. És kiderült, ugye ez most történt augusztusban, és kiderült, hogy 2011-ben élt meg egy olyan konfliktust, ami hatalmas bizonytalanságot jelentett az életébe, amit úgy ért meg, hogy kiúzták a talajt a lába alól, nyilván vállalkozásról van szó, és mit ad Isten, ugye ez Magyarországon történt, de a laptopján a háttérkép egy tengerparti kép volt. Elképesztő, és ahogy meglátta először a tengerpartot, a hatalmas szédülés be is indult nála. Most ennek a történetnek a lelki megoldása azért még várat magára, megkapta megfelelő utasításokat ez a kedves páciens, mert nem tudott meggyőzni engem arról, hogy ő biztosan áll a két lábán, úgyhogy némi házi feladatot kapott, és havonta egy levéllel tartozik nekem, hogy jelentse, hogy mi a helyzet. Tehát ennyire pontosan és hosszú ideig a sineket megőrizzük, pontosan azért, hogy ha hasonló körülmények közé kerülünk, amit úgy éltünk meg, hogy kihúzták a talajt a lábunk alól, akkor megszédít a biológiánk, hogy kapaszkodjunk, hogy el ne essünk. Ne feledjük el, hogy ezekre az érzelmi megrázkódtatásokra biológiailag mindig egy biológiai választ kapunk. És ez a biológiai válasz mindig a javunkat szolgálja. Második törvényben, ha már doktor leírja, hogy miként zajlik le ez az úgynevezett betegség a szervezetünkben, és itt láthatjuk az ábrán, hogy két szakasza van, van egy konfliktus aktív szakasz ezzel a kék színű területtel besatírozva, és van egy megoldási szakasz, aminek itt látjuk mind a három részét. Mit jelent az, hogy konfliktus aktív szakasz? Hát azt jelenti, hogy ugye az első függőleges vonalon látható az, hogy DHS, és a teljesedett minden, ami ahhoz kell, hogy az ember elindítson magában egy biológiai választ, és konfliktus aktív szakaszban attól függ, hogy mi a konfliktus témája, megfelelő szervi szintű elváltozást fogunk kapni. Muszáj egy kicsit előre lapozzak, hogy megértsük, hogy mit jelent ez. Tehát, amíg a konfliktus nincs megoldva, addig feszült vagyok, ideges vagyok, emelkedik a vérnyomásom, ugye a pulzus szám, a légzés szám emelkedik, és nem tudok nyugodtan aludni, vagy ha elalszom, felébredem, izzad a kezem, izzad a lábom, mint egy diák ugye vizsga előtt, az is egy stresszes állapot, és ezek az általános tünetek természetesen, a KM a második vonalon pedig azt jelenti, hogy megoldottuk a konfliktust, és ezután a megoldás, amit látjuk, három szakaszban zajlik. Az első piros szakaszt úgy hívjuk, hogy exudatív fázis, a másodikat, ami ez a nyíl fölfelé, ez az epileptoid krízis, a harmadik részét pedig hegesedési fázisnak nevezzük. Nos, az exudatív fázis, az magyarra lefordítva azt jelenteni, hogy nagyon sok folyadék, azaz víz gyülemlik be szöveti szinten oda, ahol éppenséggel ez a program folyik, és mivel lélek agyszer szintén zajlik minden, a konfliktus aktív és megoldási szakasz is, ezért agyi szinten is ödéma képződés lesz a megfelelő agyi központban, Hammerigócban, ez viszont fejfájást okoz. Amellett azért piros szín, mert ugye gyulladásos tünetek jelentkeznek, és a gyulladásról tudjuk, hogy ha felszínen van, akkor az piros. A duzzanat az létrejön az ödéma miatt, a melegség a gyulladásnak a jellemző tünete, valamint a fájdalom, és adott területen a működés korlátozása is tapasztalható. Tehát rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézál, hogy ezt tanították. Ez alatt, az idő alatt tényleg betegnek érezzük magunkat, és ilyenkor szoktunk
segítséget kérni, és ilyenkor kapunk mindenféle tüneti gyógyszert, mivel hogy hát a gyulladást, az gyulladás csökkentőkkel tudjuk csillapítani, ezzel nincs is semmi különösebb baj. Kérdés, hogy azon kívül mit kapunk. Ne feledjük, az antibiotikum az nem gyulladás csökkentő. Gyulladás csökkentő például az aszpirin. Ennek a kellemetlen, hát mondjam azt, hogy bevezető tünetnek az epileptoid krízis vett véget, hiszen ekkor a szöveti és az agyi ödéma kinyomódik, kipréselődik a szervezetünkből, vagyis több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi vizet megittunk. Megszűnik a fejfájásunk, de egyben ez lesz a legzajosabb és a legkritikusabb része is ennek a programnak. Bocsáss meg, hogy megállítalak, de az előbb azt említetted, hogy a fokozottabb a vizelet ürítés. Igen. És a fejfájás van. Hogy a fejfájás megszűnik. Van-e kapcsolat a fokozott vizeletürítés és a fejfájás között? Hát természetes, hogy van, hiszen a fejfájást az exudatív fázisban az okozta, itt az exudatív fázisban, hogy ugye ha ödémásodik az agy szövete, az agyunk nem tud kitágulni, hiszen a koponya elég szorosan tartja, tehát fokozódik az agynyomás. És természetesen minél több ilyen programot futtatunk, annál több helyen lesz ilyen központ, és annál erősebb lesz a fejfájásunk. Szintén a mai nap egy hölgynek a levelére válaszolva bemutattam, hogy egyszerre 12 hát programot futtat, és nyilvánvaló, hogy 12 programnak a megoldását nem fogja tudni egyetlen órában lerendezni. Javasoltam, hogy egy hétvégi képzésre jöjjön el, hogy ne csak megértse, hanem meg is oldja mindazt, amitől szenved. Hadd kérdezek még valamit. Segítenél abban, hogy megértsük mi laikusok azt, hogy mit jelent, hogy exudatív fázis? Igen, azt jelenti, hogy folyadék áramlik, gyülemlik be oda, ahol a helyretétel folyik. Hiszen, mint mondtam, a konfliktus aktív szakaszban már biológiai szinten segítséget kapok. Ezt változni fog a biológiámban, hogy előre elmondjam, a sejtek száma vagy a működés. A sejtek számának a helyretétele az gyulladásos tünetekkel jár. Akár visszabontom, akár újraépítem a sejteket, ez gyulladással jár. A szédülés megoldása az viszont nem jár semmilyen gyulladással, az pikpak egyik pillanatról a másikra megoldódik, ha a kedves páciens hajlandó a szédüléssel kapcsolatos hát előzményeit, mondjam azt, hogy érzelmileg átalakítani, kinevetni, vagy rájön, hogy ez már nem jelent semmit az életében, mondjuk egy gyerekkori elesés biciklivel a jegen. És ezért lényeges tisztázni azt, hogy mi a konfliktus, mert a sinek csak arra mutatnak rá, hogy milyen körülmények közt éltük meg mi azt a dolgot, amit megéltünk. Tehát ha lélekagyszer szintjén gondolkodunk, akkor a lelki megrázkózás, kódtatás, tehát maga a DHS, az agyunkban is lenyomatot hagy, nem, és a gyógyulási fázisban ott azon a ponton, ami... Igen, amit Hammery-Goetz-nak nevezünk. Amit Hammery-Goetz-nak nevezünk, oda gyűl be a víz. Hát koponya CT-vel ezt lehet ellenőrizni. Ezt nevezzük agyi ödémának? Az az agyi ödéma, de ezt agyi daganatnak is szokták nevezni természetesen. A CT számára teljesen mindegy, hogy vizet lát, vagy vért lát. Ha nem tudom, hogy mi történik az agyi relékben, akkor ezt félreértelmezhetem. Tehát akit ez a téma részletesebben érdekel, az az agydaganatokról szóló webkonferencia előadást legyen szíves megnézni. Megint csak megerősítettél abban a hitemben, hogy nagyon fontos ismerni a germán gyógytudományt, hogy igen, pontosan tudjuk értelmezni a tüneteinket. Pontosan erről van szó, mert hogyha tudjuk pontosan értelmezni, akkor megszűnik bennünk az a félelem, amit a diagnózis sok okoz a lelkünkben. Ezt gyakran nehezebb feloldani, mint az egész programot megoldani, és ahogy Hammer doktor is elmondta, az emberek nem a daganatok miatt halnak meg, hanem a túl sok elindított program, a félelem, a pánik és a szervezet teljes kimerülése miatt. Nos, az epileptoid krízis tehát az, ami
A legveszélyesebb, nyilván ez egy epilepsziás görcsroham lesz, ha maga a konfliktus egy mozgással kapcsolatos történet volt, de itt jön be az epegörcs, ugye elzáródik a epe kivezető csatorna, és az illető besárgul, megint egy mai levélre utalnék ezáltal, és amikor elmúlt a görcs és a rosszulét, akkor elmúlt a sárgaság, és helyreálltak a májenzimek és egyebek. Vagy veseggörcs lesz, vagy mondjam azt, hogy hasmas. És mindig attól függ, hogy milyen szerveről beszélünk, mondjuk ha az ízületek visszaépítéséről beszélünk, az a jó hírem van, hogy a fájdalom az pont az epileptoid krízisben elmúlik, no de kérem, a következő szakaszban, a hegesedési fázisban ismét megjelenik a fájdalom, tehát ha valaki ezt nem tudja, akkor megint önleértékelésként éli meg, hogy lám, mégse gyógyultam meg, és megint vannak fájdalmaim, holott itt, amikor már nagyon, de nagyon kimerültnek érezzük magunkat, csak örvendenünk kéne, hogy pár nap választ el minket a teljes megoldástól, és a program lezárásától. Az, hogy mikor mi fog történni a testünkben, az természetesen attól függ, hogy az az adott szervünk, szövetünk honnan származik. Vagyis a betegségek kialakulásának megértése az egyetfejlődés ismeretében rejlik az egyetfejlődés vagy embriológia. Az embriológiát ugye megtanultuk, levizsgáztunk belőle és félretettük, mivel hogy semmilyen visszautalás a 6 év alatt nem történt erre a tantárgyra, hogy milyen összefüggések lehetnek a tünetek és hát a méhen belüli élet egyes szakaszainak az ismerete között. A lényeg, hogy Halmer doktor ezt az egészet megvizsgálta, és ezen a képen láthatjuk a 3 szint, ami az ő tudományos táblázatán is megjelenik, a sárga, a narancs és a piros szín. Ez a 3 csiralemezt ábrázolja, magyarul a sárga a belső csiralemez, a narancs színű a középső, a piros pedig a külső csiralemeznek a színe. Ezen a táblázaton, Halmer doktor rajzán, azt az összefüggést láthatjuk, hogy az egyes csiralemezekből származó sejtjeinket milyen idegi központok vezérlik. Itt alul láthatjuk az agytörzset, a legősibb agyi részünket, ami a falat konfliktusokat irányítja, szabályozza, és mivel a túléléshez nem csak táplálékfalat kell, amit itt látunk ezen a babán, hanem levegő és víz is, ezeket is falat konfliktusokként éljük meg, és annak megszerzése véget, mindig először sejtet szaporítunk, majd a megoldásban gyulladásos folyamatok közepette lebontjuk. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemez sejtjeit 2 idegi központ is irányítja. Itt látjuk alól a kisagyat, fölötte pedig a fehér állománynak az ábrázolása, ez a narancssárga kifliszerűnek tűnő rész. Nos, a kisagy azokat a szöveteinket fogja irányítani, amelyeknek a feladatuk a támadással, gondozással, bemocskoltsággal való konfliktusok megoldása. Ez is sejtek szaporításával kezdődik, és a megoldásban gyulladásos folyamatok közepette lebomlik, és vajon milyen szöveteink segítenek nekünk a támadás kivédésébe? Természetesen az írha, és ez lesz az, ami a virtuális, vagy elképzelt, vagy valós támadásra beindítja a szövetek szaporulatát, a járulékos szervei, a verejtékmirigyek, a fagyúmirigyek is túlszaporodással fognak reagálni, lebontáskor jönnek a gyulladásos tünetek, és támadásra még a hashártya, mellhártya, illetve szívburok is sejtszaporulattal kezd, és lebontásban a felesleges sejteket természetesen lebontjuk. Nos, egy speciális konfliktus, a gondozási konfliktus, ami annyit jelent, hogy nagyon, de nagyon aggódom valakinek, egy szeretett élőlénynek a sorsa felől. És ez viszont a
tejtermelő mirigyhámat fogja az emlőmirigyünkben szaporodásra késztetni, legyen szó férfiről vagy nőről, teljesen mindegy. Az aggódás mindig elindítja bennünk azt a biológiai vágyat, hogy tápláljuk azt, akiért aggódunk, hogy megmaradjon, életben maradjon. Nos, ez lesz az, ami az emlődaganatok egyik okát képezi, de hát aki a múlt héten ott volt a webkonferencián, az teljesen a szövettani leletekig lenyúló magyarázatot kapott arról, hogy milyen érzés, milyen típusú melldaganatot vagy melben megjelenő problémát okoz a szervezetünkben. Ez is kikerül a weblapra, és természetes újra nézhető. Na most a másik szövetünk, ugye, bocsánat, a másik idegi központ, a fehér állomány, azokat az érzéseinket mondjam úgy, hogy gyűjti be, azokra lesz reakció itt, amelyek az önleértékelésről szólnak, és hát magyarul gondolkodunk, ugye az önleértékelés az önpusztítást jelent sejtszinten, vagyis itt mindig először bontani fogjuk az ide tartozó sejteket. A visszaépítés az fájdalmas lesz természetesen, de a biológiai értelem a program végén érvényesül, hiszen mindaz, amit visszaépítünk, az erősebb és jobb lesz, mint amit elkezdtünk lebontani. Itt van a biológiai értelem ebben a programban. A mozgással kapcsolatos szöveteinket bontjuk és építjük vissza, vagyis csontokat, izületeket, inakat, izmokat ellátó ereket, osztógyűjtő nyirokeret, és a zsírszövet, kötőszövet tartozik még ide. A piros színnel jelzett külső csiralemezből származó sejtjeinket az agykéreg irányítja, és itt a piros színű baba az elválasztási konfliktusokra utal, hiszen az elválasztódás egy halálos kimenetelő konfliktus az élő világban. Ezt hétvégén szintén a közönség láthatta és megértette. Nos, az elválasztás megoldásához ismét csak sejteket sorvasztunk, épp úgy, mint az önleértékelés során, és a bőrünk az ilyenkor érzéketlenné válik, zsibbat lesz, hűvös lesz, neurodermitisnek fogják diagnosztizálni, és a megoldásban pedig jönnek a hólyagos, gyulladásos, mindenféle tünetek. Az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtok konfliktusokkal is foglalkozik, erre fogunk kitérni részletesebben a továbbiakban, illetve az agykéreghez érkeznek az érzékszerveiknek, az érzékszerveinknek az információi idegingerületei, valamint innen indul ki az akaratlagos mozgás is. Nos, hogy mi történik a két fázis alatt, az nagyon egyszerűen megfejthető, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ugye, és a túlélés érdekében a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. Természetesen a megoldási szakaszban ennek a fordítottja fog történni, a plusz sejteket lebontjuk, a lesorvadt sejteket visszaépítjük, és a működést helyreállítjuk. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen logikus, egyszerűen érthető rendszer így. A segítőink pedig a bennünk élő mikroorganizmusok, és ezek is csiralemeznek megfelelően segítenek nekünk, vagyis a belső csiralemezből származó sejtjeink túlszaporodását a gombák segítenek lebontani. Az ősi mezodermából származó, tehát írhaprogramok, gondozási konfliktus, az innen származó sejt többlet lebontásában a TBC baktériumok, gombabaktériumok segítenek, mikobaktériumok. Az elbontott szövetek visszaépítésébe egyéb baktériumok segítenek nekünk, és az ektodermális, vagyis az a külső csiralemezből származó sejtjeink visszaépítésében a vírusok vesznek részt. Ez a negyedik biológiai természettörvény. Az ötödik pedig arról szól, hogy mindennek értelme
a túlélés és a faj fenntartása, hát ez a fotó, amit ide tettem, ez is erről szólna, mert hiszen ha kinézünk az ablakon, akkor ezt látjuk az élővilágnak, ez a célja. Ezt nem nevezhetjük ki se rossz indulatúnak, se gyógyíthatatlannak, se ismeretlennek. Ezek a fogalmak csak arra jók, hogy a betegbe egy elképesztő pánikot keltsen a diagnózis, és innentől mindent megcsináljon, amit ezután a klinikán javasolnak számára. Nos, nézzük akkor a továbbiakban, hogy Hammer doktor tézisei azok csak elképzelések, hipotézisek, vagy valóban megállják a helyüket. Aki megnézte a 40. esetet, az arról szólt, hogy még csak az első biológiai természettörvényt ismerte Hammer doktor, és már akkor 10 millió az egyhez arányban fogadott a kollégáival, hogy már pedig az ő rák vastörvénye megállja a helyét. Itt látjuk a Nagyszombati Egyetemnek az igazolását, ahol igazolták Hammer doktor téziseit, és röviden a néhány gondolat ebből az igazolásból a következőképpen szól. 1988. szeptember 8-án és 9-én a Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és a Trnavai Kórház Onkológiai Osztályán a Trnava Egyetem prorektora, az Ápolástani és Társadalomtudományi Tanszék dékánja és összesen 10 docens és professzor jelenlétében közösen megvizsgáltunk 7 konkrét esetet, összességében több, mint 20 különböző megbetegedést. A természettudományos szabályoknak megfelelően elvégzett megismételhetőségi vizsgálat után megállapítottuk, hogy dr. Hammer rendszere igaznak bizonyult. Ez a tényállás az új orvostudomány minden természeti törvénye teljesült. Trnava 1998. szeptember 11. Ez egy nagyon fontos dokumentum, és itt még új orvostudománynak hívta a Hammer doktor a munkásságát, de későbbiek során, mivel hát ugye megpróbálták az ő felfedezésének a jelentőségét hát kisebbíteni, és újabb és újabb új orvostudományok és egyéb megnevezések megjelentek, ezért a germán gyógytudomány nevet adta mindannak, amit ő felfedezett és ezután közölt. A következő képen itt a nagyagykéreg és szervek összefüggéseit látjuk, és megfigyelhetjük, hogy a jobb oldalt a férfias birtokzóna, bal oldalt pedig a nőies birtokzóna reléi vannak kapcsos zárójellel összefogva. Tehát mindaz, ami a fali lebenyekben, tehát jobb oldalt és bal oldalt található relék, azok a birtokzónák, amik itt elől frontálisan a homloklebenyben vannak, azok a jövőből érkező félelmeinknek lesz a helye, tehát a jövőtől való félelem, az sürgősen kéne tenni valamit, de nem tudom, hogy mit tegyek. Vagy valami kivéthetetlenül jön felém, és nem tudok félrelépni érzések, azok ebbe a két relébe fognak becsapódni. Ebből következik természetesen, hogy háttól a nyakszirti lebenyben levő relékbe a múltból érkező félelmek fognak becsapódni, és ez a látóközpontot fogja érinteni, tehát a látásunkra mindenképpen kihatással lesz. Itt látjuk az üvegtestrelét, valamint a két retinának a reléjét. Ezek a központok, a homlok és nyakszirtlebenybehez tartozó központok nem a birtokzónához tartoznak. A birtokzónába a következő relék tartoznak, és itt most már csak ezeket látjuk.
Tehát jobb oldalt van ugye a birtokféltésnek két reléje, és azért kettő, mert az első izom a második nyálkahártya irányítást végez, mégpedig a hörgőkben. Birtokféltés azt jelenti, hogy féltek valakit, féltek egy olyan birtokot, egy olyan történetet, ami számomra nagyon fontos, pont a megélhetésem véget. Ez tehát természetesen lehet a munkahelyen is, és vagy féltem a családi házamat egy betörőtől, mert éppen arra kószál, és látom, hogy éppen átmászott már a kerítésen, vagy féltem a gyermekemet, aki elutazott és távol volt tőlem, mi a Istenem, mi van ezzel a gyerekkel. Ezek a féltések, ezek arra ösztönzik a biológiánkat, hogy tágítsuk a hörgőket, izom és nyálkahártya szintén egyaránt, pontosan azért, hogy képesek legyünk elég levegőt kapni a küzdelemhez. Birtok szó alatt értjük mindazt, amire nekünk hatással, amire mi hatással vagyunk, amit magunkénak tudunk, amit úgy gondolunk, hogy ez a miénk, és nekünk ezzel foglalkoznunk kell, ez a mi hatáskörünk? Így van, nagyon jól megfogalmaztad, vagy akit ez még mélyebben érdekel, az nézze meg a weblapról az Ami a tied című 5 perces videó összeállítást. Ezzel a relével szemben találjuk a rémületfélelem két reléjét, itt is a felső izom az alatta levő nyálkahártya relé. Ez a rémületfélelem, ugye hát az ember megrémül, akkor a hangja is elakad, természetesen a GG-nek a nyálkahártyájára és az izmaira hat, és ez ugye már a bal oldalon a nőies birtokzónához tartozó relé, hiszen a megijedés azért egyezünk meg, hogy inkább nőies tulajdonság, mint férfias tulajdonság. Hadd kérdezek valamit. Az esemény, amikor 9-es koromban kémia órán felszólítottak, és igen, köpni nyelni nem tudtam, egyszerűen a nevem se tudtam volna kimondani, annyira el volt szorulva a torkom, teljesen megijedtem, uh-huh, és szinte alig kaptam levegőt, még a szusz is bennem ragadt. Ja, a szusz is igen. Az egy rémület. Az egy rémületfélelem volt, és gondolom, hogy utána brekettes volt a hangod. Előfordulhat. Tehát a rémületfélelem, ugye váratlan, hirtelen érkező, megrázó esemény. Amint látjuk, ez a két, illetve négy relé itt fent, a rémületfélelem és birtok, féltés, konfliktus, mondjam így, a levegő levezető rendszerünkre hat, milyen érdekes. De alatta két nagy kiterjedésű relét rajzolt be Hammer doktor, a birtok vesztés és vele szemben a szexuális konfliktust. És nyilvánvaló, hogy mindaz, amit birtokomnak tartok, hogy hatásom van valamire, mondjuk főnök vagyok valahol, az annak elvesztése, ennek a funkciónak az elvesztése megélhető birtokvesztésként is. Ez nem kötelező, hogy minden főnök, akit leváltanak, annak birtokvesztés konfliktusa lesz, mert ugye az egyetlen valóság az én megélésem, és éppen örülök annak, hogy na végre ezt a kellemetlen munkát már nem kell tovább csinálnom, akkor az nem konfliktus, és nem lesz következményese. De milyen szervi hatása van a birtok vesztésnek? Ennek nagyon pontosan meghatározott tünete lesz, hiszen ebből a reléből a szívkoszorúér artériás részének a nyálkahártyája elindul sorvadni, természetesen csak azért, hogy még jobb legyen a szívizomzat félrellátása, de ez azonnali fájdalommal jár, ugye ezt fogjuk angina pectorisnak nevezni, hirtelen kezdődik, végig ugyanolyan erősen tart, hirtelen van vége, az egész egy nagyon rövid, 10-20 másodperctől maximum 2 percig tartó, nagyon erős, mellkasi szorító fájdalom, mintha vasmarokkal szorítottak volna össze. Akinek volt ilyen az életében, az nem felejti el, az tudja, hogy miről beszélek, és nem összekeverendő. Azzal a mellkasi fájdalommal, hát ami szépen fokozatosan jelentkezik,
aztán már 3 napja fáj, és ha megmozdulok, még jobban fáj, ha mélyet lélegeznék, az még jobban fokozza a fájdalmat, azt kérem, borda közti idegzsába, tehát az a mellkas falából származó fájdalom, és nem angina pectoris. De ha ez a fájdalom megjelenik, akkor az egy nagyon nagy felkiáltó jel, hogy kedves gazdám, oldd meg sürgősen ezt a konfliktusodat, érzelmileg, mert a szívkoszorú ér artériás részében a nyálkahártyának a sorvasztása és visszaépítése az egy kicsit veszélyes történet, majd kitérünk rá. A vele szemben a nőies birtokzónában a szexuális konfliktusnak látjuk a reléjét, de ide nem csak a szexuális tartalmú konfliktusok csapódnak be, hanem hát nyilván a meg nem termékenyítettség konfliktusa is ide csapódik, és a nő által megélt, vagy malkezes férfi által megélt birtokvesztés konfliktus az ide csapódik be, mindjárt megértjük, hogy miért, és ez a szívkoszorú ér vénáiban indítja el ugyancsak a nyálkahártya sorvadását, ugyancsak anginás fájdalommal, csak ez a fajta anginás fájdalom nem annyira kifejezett, nem annyira erős, nem annyira jellegzetes, mint a szemközti oldalon a szívkoszorúér artériák esetén. Most mi az, hogy meg nem termékenyítettség konfliktusa? Ez az állatvilágban egy nagyon nagy konfliktus, most azért próbáljunk gondolkozunk biológiai szinten, a csapaton belül, a nyájon belül, amikor ugye hát az alfahím az, aki a nőstényeket fedezi. Hisz ő az, aki legyőzte az összes versenytársát, abból mind szofti lett. Tehát ők nem vehetnek részt, azok a kanok, akik lelettek győzve, nem vehetnek részt a faj fenntartásába, csak az alfahím. Kezdi a párzást az alfa nősténnyel, és utána szépen sorba veszi a többit is. De az a nőstény, amelyik hát egy kicsit vékony, nyeszlet, és nem kívánatos még az alfa hímnek sem, az egy ideig megélheti a meg nem termékenyítettség konfliktusát. Mert hogy a biológiában mindig a dundi, a kövér a szép, és ezért mindig azzal kezdi az alfa hím a fajfenntartást, amikor eljön a párzási időszak. Nos, hát az embereknél nincs párzási időszak, csak szerelmes időszak, és ez nem évszakhoz kötött, nem hőmérséklethez, nem páratartalomhoz kötött, hanem ez a mi megélésünkhez kötött, és megint elismétlen, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. A meg nem termékenyítettségi konfliktus, illetve a szexuális konfliktus viszont a hölgyeknél a mély nyak nyálkahártyáján fog hatni, és ott fog elindítani konfliktus aktív szakaszban egy fájdalmatlan sebet, ugye, mély szájsebnek nevezik, ami ha nem lesz megoldva, az idő során egy nagy krátert alakít ki, amit mély nyakráknak fognak nevezni. Milyen érdekes ez a jelenség, ez a meg nem termékenyítettség konfliktusa, hogy ha megnézzük a mai társadalmat, pontosan arra céloznak minden egyes médiában, hogy valósítsuk meg önmagunkat, tanuljunk nagyon sokáig, ez az élet fogytig való tanulás, ez a lifelong learning folyamat, ami gyakorlatilag azt hivatott bennünk nőkben elhinteni, hogy nem a család az elsődleges dolog, tehát nem a gyerekek szülése vagy családalapítás, hanem toljuk ki ennek az idejét az önmegvalósítás szándéka szerint, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ez a mostanában nagyon divatos szingli életmód, az valameddig működik, aztán a biológiai óra az elkezd ketyegni, és a 30-as évek elején, vagy netán végén, a 40-es elején eszünkbe jut, hogy eltelt 35-40 év, és még nincs gyerekünk, és akkor sürgősen, nincs párunk, és nagyon kell egy társ és egy gyerek, és aztán elég sokszor
hallunk olyat mi is, hogy már ez nem jön össze könnyen, és akkor a nagyon szeretnék gyereket állapotból a végtelenül vágyom arra, hogy anya lehessek, lelki állapotba jutunk, viszont ez egy egészen frusztráló kérdés lehet, hiszen azt látom, hogy mindenkinek már van, nekem még nincs, ha azt meg is kapom, hogy ebbe a korba már ne vállaljon, mert ilyen vagy olyan veszélyeket rejt ennek a gyermekáldásnak a valóra váltása, vagy már nem vagyok rá képes, vagy nincs olyan partner, akivel én ezt el tudnám képzelni, akkor folyamatosan a meg nem termékenyítettség konfliktusát élem meg, mert ilyenkor érdekes módon valahogy megszaporodnak a velünk szembe jövő kismamák száma, a gyerekek. Azig is annyi volt, csak is, ilyenkor veszük észre őket. Igen, valahogy ilyenkor csak ezekkel találkozunk, vagy csak ezeket veszük észre, és mennyire érdekes az, hogy a meg nem termékenyítettség konfliktusa már olyan embereknél is jelen van, akik mondjuk elvi okokból nem akartak családot alapítani. Ez, sajnos ez egy apáca betegség is, pontosan. Nagyon gyakran. És bár neki nincsen szexuális konfliktusa, mert ő egyéb dolgokból ugye másképp képzelt el az életét, de a biológiája jelez, és mély szájsebet, mély nyak, nyálkahártya, daganatot fog elindítani a biológiában. Volt nálunk olyan hölgy, aki lemaradt a gyermekvállalásról, nem volt szexuális konfliktusa, mégis volt ményak rákja. Tehát gyakorlatilag itt megint csak az van, hogy amikor meg akarjuk hazudtolni a biológiai programjaink, a biológiai, hadd mondjam ki, ösztöneink által vezérelt viselkedést vagy döntéseket, akkor jönnek ezek a nagyon faramúci helyzetek, hogy eldöntöm ésszel, viszont szívvel azért vágyakozom arra, hogy mégiscsak legyen. Nagyon jó lenne, hogyha odafigyelnénk ezekre, és valójában a természethez közeli életmódot választanánk, és nem 50 évesen gondolnánk mondjuk a család alapításra. Hát igen. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad, Réka, ezt a jelenlegi társadalmi problémát. Ugye a biológiát nem a karrier érdekli, hanem a túlélés és a faj fenntartása. Nos, azt látjuk, hogy itt a középső mezőnyben, ebben a két nagy relében a szív működése, vagyis a keringéssel foglalkozó központokat találjuk, nyilvánvaló szexuális tartalmú érzések is becsapódnak, amik aztán kihatnak a női menstruációs ciklusra is. Alapta azt olvassuk, hogy birtok bosszankodási konfliktus, és hát a nevében benne van, hogy azok a bosszúságok, amelyeket birtokon belül szenvedünk el. Mondjuk egy anya a családon belül szenvedi el mindezt, egy férfi ember is a családon belül is bosszankodta, de természetesen a munkahelyén is. És itt van az a központ, ami a gyomor kisgörbületére, a kisgörbületének nyálkahártyájára természetesen, illetve az epe és a hasnyálmirigy kivezető csatornára fog hatni. A programokról, a birtok bosszankodással kapcsolatos programokról az Emésztés, Felszívódás, Ürítés című előadásban, meg a krónikus emésztési panaszokkal foglalkozó előadásban részletesen kitértünk, mint hogy az fölötte levő konfliktusok, amik a szívkoszorúereket érítik, természetes, hogy a szívről szóló előadásban kerültek bemutatásra. És akkor beszéljük meg azt, hogy miért vannak olyan történetek, amik inkább a férfiakat érintik meg, és miért olyanok, amik inkább a nőket.
Természetesen azért, mert ugye a fajfenntartáshoz férfira és nőre van szükség, a természet nem ért egyet a szingliséggel, se a homoszexualitással, sem a leszbikus kapcsolatokkal. A faj fenntartásához egy férfira és egy nőre van szükség, és ebben mind a kettőnek megvan a maga feladata, tehát amin belül természetes el fogja a konfliktusait szenvedni, ha bizonyos dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt elképzelte. A nőnek a birtokát a minden, ami a kerítésen belül van, az képezi, kivéve ugye a garást, az férfi terület, esetleg a borospince is az lehet, ugye, a műhely, ha van az udvaron, az is a férfi birtok területéhez tartozik, de ez azt jelenti, hogy minden, ami a fészekhez kötődik, hiszen ő a fészek királynője, és számára ebből adódóan a gyermek a legfontosabb, illetve a fészek maga a ház. És józan férfi nem fog beleszólni abba, hogy az asszony milyen tapétát rak a falra, milyen függönyt tesz az ablakra, hogy szeretné berendezni a konyháját, vagy éppen a konyhában hova tegye a sót, a lisztet. Ez természetes, hogy ez mind a nőnek a feladata eldönteni. Így van, Réka? Abszolút. Tehát azok a személyek, tárgyak, eszközök, amelyek a nő gyakorlati területén, tehát gyakorló területén, gyakorló pályáján jelen vannak. Gondolok itt a gyerekre, illetve a hálószobától a nappalig, minden, ami lakberendezés és a lakás melegét, a fészek melegét, az otthonosságát adja, az a női birtokzóna. Nyilván nem érezzük magunkének vagy sajátunknak a férjeink műhelyét, úgy igyekszünk oda nem is nagyon bemenni, és igen, nem igazán boldogulunk ezen a területen, vagy azokra a területekre, amik a férfi mozgásterét jelentik, azt pedig férfias birtokzónának nevezzük. Ilyen érdekes, hogy a férfias birtokzónában ugyan benne van az asszony és a gyerek meg a ház, persze, de ő egy kicsit makroszinten tekinti, tehát nála a ház a tetővel is kezdődik, míg nálunk a ház az gyakorlatilag a falak közötti teret jelenti. Igen, mert férfi számára az a fontos, ami a kerítésen kívül van, hiszen ő az, aki, ahogy mondani szoktam, a mamutot hazaviszi a fészekbe, és ehhez neki munkahelyre van szüksége, tehát a munkahely elvesztése mindig a férfi embert fogja padlóra tenni, és nem a nőt, ha elveszti a munkahelyét. A nőt azt teszi padlóra, ha a gyermekével vagy a házzal történik valami rendkívüli dolog. De hogy van az, Réka, hogy egy nő képes egyszerre foglalkozni főzéssel, takarítással, gyerekneveléssel, valahogy úgy szinkronba egyszerre több mindent tud megcsinálni. Hát ez valami csodálatos képesség, erre egy férfi nem képes, tehát hogyha elküldöd a férfit vásárolni, akkor maximum három dolgot mondjál neki. De a jobb, ha azt is felírom. A legjobb, ha azt is felírod, vagy elküldöd SMS-be. Hát nézd, most ha nagyon az evolúcióra szeretnék rámutatni, akkor a kedves férfinak, az ős embernek egy vadat kellett leterítenie, hát mindig. Még egy ősasszonynak azért nem egy gyereke volt, tehát azért a szülésszabályozás, az még születésszabályozás, az nem volt divat. Igen. Tehát ott több gyerek volt, és több nő őrizte együtt a gyerekeket, tehát akinek több gyereke van, az tudja, hogy ketten három felé tudnak futni fél másodperc töredéke alatt is. Úgyhogy itt a figyelmünk szétszórtságát ezzel is lehet magyarázni, illetve hát a nők voltak azok, akik gyűjtögettek, mert azért valljuk be, hogy a férfiak nem minden második nap tettek húst az asztalra, tehát azért a... Igen, közben kellett gyűjtögetni is egy kis a vadászat mellett, igen, egy kis gyümölcsöt, egy kis ezt-azt, így van. Emellett oda kellett figyelni arra is, hogy éppen a gyerek hol van, van-e valamilyen vadállat a közelben, igen, illetve de... melyik az a bogyó vagy növény, ami ehető, illetve abban a formában van, ami
éppen fogyasztásra alkalmas, mivel tudjuk, hogy az ősasszonynak nem volt méhűtő ládája sem. Sem. Tehát nem lehetett akciósan vásárolni az őserdőből. Kettőt fizet, egyet kap, vagy egyet fizet, kettőt kap akcióban. Tehát itt nagyon-nagyon oda kellett figyelni, hiszen az életünk múlott rajta. Pontosan, hogy a figyelmét mennyire tudja megosztani a gyerekek, a táplálék, a fészek környékén. Csak ezeket azért részletezzük most, hogy megértsük, hogy egy nő miért olyan, mint egy nő, és egy férfi miért olyan, mint egy férfi. Hogy ne akarjunk a férfiból nőt csinálni, kedves hölgyeim, és ne akarjunk a nőből férfit csinálni, kedves urak. És ha megengeded, vagy megengedik nekem ezt a picit humoros megjegyzést is, hogyha azt gondoljuk, hogy nagyon sokat változtunk, és az evolúció annyira sokat csiszolt rajtunk, akkor, kedves hölgyeim, hát... Drága nőtársaim, ki kell ábrándítsam önöket, hiszen csak gondoljanak arra, hogy amikor egy egynapos munkára, vagy egy fél délelőttös munkára mekkora táskával indulunk el. Tehát nézzük meg, hogy a kis táskánkban mennyi minden túléléshez szükséges dolog van. Női táskában mennyi minden van? Már nem is merek gondolni, hogy mondjuk egy kisgyerekes anyuka hányféle táskával indul el, és abban leledzik. És milyen érdekes, hogy például az urak, azok mindig hajlamosak vagytok a pénztárcát és egyéb dolgokat, vagy nagyobb kellékeket nekünk adni, vagy a mi táskánkba berakni. Ennek is megvan a maga értelme, hiszen a vadász nem mehetett mindenféle extra felszereléssel az erdő közepén. Neki az volt, hogyha futnia kell a vad után, vagy gyorsan akcióba kellett lépni, akkor nem volt ez hasznára, hogyha felesleges terheket, súlyokat cipelt. Nekünk ugyan nőknek pedig az volt a lényeges és hasznos, illetve az életünket fenntartó dolog, hogy ezeket az összeszedett dolgokat tudjuk vinni magunkkal a gyerekek után, vagy a gyűjtögető területről az úgynevezett házig, otthonig, fészekig. Hát így van. Szóval nagyanyámra is emlékszem, hogy a kötényébe, a surcba mennyi mindent bele tudott tenni, míg bevitte a kertből, ugye összeszedte a lehullott gyümölcsöket, és mindent elintézett. Szóval ezeket azért tértünk ki, hogy megértsük végre egymásnak a viselkedését, hogy miért úgy működünk, ahogy működünk, és akkor megértjük, hogy más fogja bosszantani a férfit, és más fogja bosszantani a nőt. Mindaz, ami a birtokon belül megélt bosszankodás, tehát az epe kivezető csatornára, a gyomor kis görbületére, patkó bél kezdeti szakaszára, illetve a hasnyál mirigynek a csatornájára fog hatni. A vele szembe itt a női oldalon az identitás konfliktust látjuk beírva Hammer doktor által, és ez az identitás konfliktus egy nagyon érdekes megélésre utal. Az identitás konfliktus annyit jelent, hogy nem tudom eldönteni, hogy kinek a véleményére hallgassak, most menjek vagy maradjak, mi kinek lehet igaza ebben az egészben, amit elmondanak, és hát ugye nem véletlen, hogy női oldalon van az identitás konfliktus reléje, hiszen ez is egy tipikus női probléma, hogy nem tudom, hogy végül most a Hufnager Pistához, vagy a Mézga Gézához menjek-e feleségül. Természetesen az is egy probléma, ha valaki még azzal sincs valójában tisztában, hogy ki ő, mert van egy férjezett neve, meg van egy keresztneve, amit nem használ, de van egy másik neve, amit szeretne, ha mindenki úgy szólítana. Szóval ilyenkor ne csodálkozzunk, ha az aranyér megjelenik, és meg fogom mutatni, hogy ez hogyan és miként lehetséges, de az lényeges, hogy a területünknek a közepét mindig széklettel jelöljük ki, ezt az állatok is így csinálják, a terület közepére ürítenek. Úgyhogy ha valaki, már volt, ha jól tudom, valamilyen
nagy pszichológus, aki majmokkal kísérletezett, és a gond az volt, hogy a majom mindig a szőnyeg közepére üritett, mert majom kísérleteket akart végezni, de azért a háziállatok is előszeretettel a szőnyeg közepén végzik a nagy dolgukat. Ez egy természetes dolog számukra, hogy kijelöljék a terület közepét. Mert hogy az állatoknak azért nem a szobában lenne a helyük, ha természetes helyen lennének, akkor ott jelölnék ki a területük közepét. És alatta látjuk mindkét oldalon a terület kijelölés konfliktust, ez azt jelenti, hogy ezzel a terület szélét jelöljük ki, és a terület szélét ugye mindig vizelettel jelöli ki, a vadállatok is, a kutyánk is, és mi is, vagyis amikor beleszólnak az életünkbe, akkor megpróbáljuk azt mondani, hogy eddig s ne tovább. Légy szíves, ne szólj bele a gyereknevelésbe, ne szólj bele a munkámba, ne tegyél rendet az íróasztalomon. Tehát ezek az ilyen jellegű konfliktusok mindig elindítják a húgyhólyag, húgycső szintjén a nyálkahártya sorvadását, és a gyakori vizeletürítés lesz az első tünet. Ugye kérdés, hogy ezt hogyan és miként oldjuk meg. Nos, megnéztük, ahogy mondani szoktam, a saktáblát, akkor ezek után nézzük meg azt is, hogy miről szól a további játék. A birtok-féltés konfliktus tehát a légcső és hörgő nyálkahártyájára hat, amit ezt az előbb elmondtam, és láthatjuk azt, hogyha a birtok féltés miatt nyálkahártya sorvadás indul a légcsőben, a hörgőben, akkor a konfliktus aktív szakasz tünetmentes része után, a konfliktus megoldása után, ha csak egyszer zajlik le a történet, akkor jön az úgynevezett tüdőgyulladás, a maga gyulladásos tüneteivel, és az epileptoid krízisben egy hörgőgörcs miatt fellépő nehéz légzéssel, majd a további gyulladásos tünetek sok vizelet ürítése után a hörgő nyálkahártyájának a rendbetétele. Természetesen, ha elakad a program, hát akkor baj van, mert akkor fent marad a köhögés, illetve hát képesek vagyunk a hörgő nyálkahártya túlszaporodást, azaz bronchus karcinomát is felépíteni. A rémület, félelem, ugye mondtam, hogy a GG-re hat, és konfliktus aktív szakaszban itt is nyálkahártya sorvadás történik, visszaépítéskor jön a rekedtség, és hogyha ez a két konfliktus egyszerre lép fel, tehát birtok, féltés, és a másik oldalon ugye a rémület, félelem is fellép, akkor biza az asztmás krízisről beszélünk, hiszen a levegő se be, se ki nem tud megmozdulni. Ugye a gége az lezár a gége görcs miatt, a hörgő lezár a hörgő görcs miatt, és hát ilyenkor, bocsánat, sürgősségi ellátásra van szükség a beteg részére, hogy életben maradjon. Abban az esetben alakul ez ki, ha érintett mind a hörgőnek a nyálkahártyája, mind pedig a hörgőnek az izom reléje. Ezekről részletesen már beszéltünk a tüdőről szóló webkonferencia anyagban. A következő két központ, tehát a birtokvesztés és a szexuális konfliktus lesz, csak megmutattam ismét, hogy hol tartunk. A birtokvesztés mindig a szívkoszorú erekre hat, amint ezt elmondtam, hogy a szívkoszorú artériás részére a férfias birtokzónából kiinduló ingerek fognak elindítani a nyálkahártyán egy sorvadást, a túloldali központból pedig a szívkoszorúér vénák nyálkahártyája fog sorvadásnak indulni. Mind a kétszer ezt az angina pectorisnak nevezett nagyon erős melkasi szorító fájdalmat indítja el,
És a lényeg az, hogy mi történik a megoldásban, amikor megoldjuk a konfliktust, akkor nincs fájdalom. Tehát az addigi angyinás panaszok elmúlnak, de jön az epileptoid krízis, amikor hát a tünetek alapján ezt infarktusnak fogják nevezni, holott ebben a történetben semmilyen szívizom, elhalás nem történik. Csupán a fájdalom az szintén ugyanolyan erősen jelentkezik, mintha szívizom, elhalás is lenne. Emelkedik a pulzus, vérnyomás, ha a szívkoszorúér vénákat ért konfliktusról van szó, és ennek a vége tüdő embólia lesz. Ha pedig a szívkoszorúér artériás részét érte a történetet, a férfias birtokzónába csapódott be a megfelelő inger, akkor ugye tudjuk, hogy leáll a szív, és ez is hatalmas fájdalommal jár, ugye csökken a vérnyomás, csökken a pulzus, és a szív leáll. Nos, azt sem ártana tudjuk, hogy ezeknél a birtokvesztés konfliktusoknál ketyeg az óra, tehát 9 hónapunk van maximum a konfliktus feloldására, mert ha 9 hónapon belül oldjuk fel a konfliktust, akkor túléljük az epileptoid krízist, ha viszont a 9 hónap elmúlt, és úgy oldják fel a konfliktust, az epileptoid krízis biztos halállal jár, tehát vagy szívmegállással, vagy tüdőemboliával. És ezek lesznek azok a hirtelen halál esetek, amelyek ugye nagyon drámaiak, mindenkit megráznak, hogy sportoló, és milyen fiatal, és egészségesen élt, és mégis a pályán összeesett, és meghalt. És kérem, ezeken az embereken a szívműködést elindító elektrosok sem fog segíteni, mert hiszen a biológia nagyon kegyetlen ebben az esetben, a birtokvesztés továbbadása, örökítése az a faj kipusztulásához vezet, tehát az ilyen egyének nem adhatják tovább a nem tudásukat, mert a faj kipusztul. A szexuális konfliktus, amint említettem, ugye az a mészáj nyálkahártyáját érinti, konfliktus aktív szakaszban sorvasztjuk a nyálkahártyát, majd megoldási szakaszban ez a nyálkahártya visszaépül, az epileptoid krízisben természetesen vérzés fog föllépni. A kérdés csak az, hogy mennyi ideig éli meg a nő a szexuális konfliktust, a féltékenységet, a meg nem termékenyítettség konfliktusát. Ez mind a mélyszáj nyálkahártyájára hat. És ha megfigyeljük, a tudományos táblázat minden színe jelen van a női nemi szerven, tehát az endodermális belső csirelemezből származó nyálkahártya, ugye ez a mély belső üregében lévő nyálkahártya, ami kibéleli egyben a pete vezetékeket, a sima izom szintén a belső csirelemezből származik, szintén az ajtósnak a teteje, a közép vagy irányítja. Aztán itt van a haráncsikolt izom, ami ugye a mély száj izomzata, ez az erős izomzat lesz az, ami ugye megtartja a gyermeket, a magzatvizet, a mélepényt. De ha azt éli meg egy hölgy, hogy képtelen vagyok én egy gyereket kihordani, akkor itt sorvadás lép föl. És ugye a piros színnel jelzett külső csirelemezből származó nyálkahártya, a sorvad, akkor ha konfliktusként ilyen történeteket élünk meg, hogy miért az Ursulával bújik össze a férjem, és miért nem velem, ez Hammer doktornak egyik esettörténete. Nos, a birtokzónába tartozó agyi reléknél a folytatás, a birtok bosszankodás, illetve az identitás konfliktus lesz. Amit mondtam, ez a tápcsatornára ható
relé, és csak nagyon, de nagyon vázlatosan ugye a gyomor kis görbülete, illetve a patkóbél kezdeti szakasza, bulbus duodeni, nyálkahártyáját ektodermális szigetek is bélelik, tehát nyilvánvaló, hogy a gyomor nyálkahártya az egy savnak ellenálló, és mivel sárga színnel van jelölve, tehát belső csíralemezből származó nyálkahártya, de a kis görbületen ez alatt ektodermális, külső csíralemezből származó nyálkahártya van, különben nem jönne létre fekély a kis görbületen, vagy ugye a patkóbél kezdeti szakaszán. Itt birtokbosszankodásról, megemészthetetlen bosszúságról van szó, és ugyancsak megemészthetetlen bosszúság lesz az, ami az epe kivezető csatornák nyálkahártyáját sorvasztja konfliktus aktív szakaszban, majd visszaépül ez a nyálkahártya a megoldásban, epileptikus krízisben pedig ezek a sima izommal rendelkező csatornák összehúzódnak, és hát mivel itt az Oddi-féle záróizom is összehúzódik, akkor a besárgulás természetesen adva lesz. A hasnyálmirigy fő kivezető csövét, virszum csatornáját látjuk itt, és ennek is a nyálkahártyáját, ez a külső csíralemezből származó nyálkahártya borítja, ez is sorvad, majd visszaépül. Itt is, mivel a teremtő megspórolt egy nyílást, és a hasnyálmirigy, valamint az epe kivezető csatorna egy közös nyíláson, itt az Oddi-féle záróizmon keresztül jut be a patkóbélbe, hát azért ezek úgy tudnak hatni egymásra, és a biológiánk nagyon finoman kielemzi, hogy éppen mi a bosszankodás témája, és ennek függvényében fog vagy a gyomor kisgörbületén, vagy az epe kivezető csatornákon, vagy a hasnyálmirigy kivezető csatornáján sorvadást indítani, majd visszaépítést a megoldásban. Itt látjuk az identitás konfliktusról szóló részt a tudományos táblázatból, és aki megéri ezt a konfliktust, hogy nem tudom, hogy kinek a véleményére hallgassak, menjek vagy ne menjek, hát elkezdi a végbél nyálkahártyáját sorvasztani. Milyen érdekes, hogy nagyon sok fiatal hölgy arra panaszkodik, hogy szülés után jött elő az aranyere. Semmi köze nincs a szülésnek az aranyérhez. Hát talán van. Olyan szempontból van, hogy az első gyereket látogató anyós és édesanyja különböző információkkal, jó tanácsokkal, hasznos tudnivalókkal és teendőkkel látnak el. Így már igen. Ebben az esetben már azt sem tudom, hogy kire hallgassak. Az egyik azt mondja, hogy hagyjam sírni, mert erősödik a tüdeje, mert nem kap fel, mert nem lesz elkényeztetve, és akkor könnyebben fogok tudni aludni, és nem normális, és egyáltalán. Igen. Ez általában a saját anyáink szokták Igen. mondani. Erre megjön a kedves párunk, édesanyja, akit egyszerűen anyósnak hívok most ebben az esetben, és rögtön megkérdezi, milyen anya vagy, nem hallod, hogy sír a gyereket? Hát, milyen anya? Hogyan bírod ezt elviselni, elfogadni? Hát ezt nem így kell, az én kicsi fiamnak nem így csináltam, és akkor halljuk az ezelőtt 30 évvel, vagy 20 évekkel ezelőtti történeteket, hogy akkor bezzeg én még pelenkát, azt kifőztem, 7 vízből öblítettem, és ezeket a történeteket, igen. és én ilyet nem adtam a gyerekemnek, és jaj. Hát igen, szegény kismama nem tudja, hogy kire hallgassa. És ilyenkor jönnek a jó barátnők, ilyen valahogy mindenki szakértővé válik. Igazából el sem merjük mondani, hogy mi azért nehézségekkel küzdünk, meg néha azért félünk, hogy vajon jól csináljuk-e, vajon biztosan úgy kell-e megetetni, akkor kell-e. Nagyon sok anyuka azt mondja, hogy szinte fél hozzányúlni a gyerekhez, ezért hívjuk anyut fürdetni az első hónap, hogy nehogy megfújjon, kiessen, kiugorjon, és így tovább. Na, szóval, tényleg ezek a történetek, ezek mindig szülés után következnek be, és már azt sem tudom, kire hallgassam. De nem a szülés okozza, hanem ez a konfliktus. Hát igen. Hát ezt
gyönyörűen leírtad, Réka. A megfigyelés az amúgy teljesen rendben van, hogy miután szültem, nem sokkal jött ki. Ez a megfigyelés, ez rendjén való, csak nem a szüléstől, hanem a járulékos jó tanácsoktól. És hogy mi is történik itt valójában, látjuk a jobb oldali képen, hogy a külső csiralemezből származó piros színnel jelzett nyálkahártya a bőrünk felől idebe a végbélbe bekúszik. Hát persze nem csak a végbélbe, hanem egyéb helyekre is, a hüvelybe, a vizelet kivezető rendszerbe, stb. Stb. Azt is láthatjuk, hogy a szájüregben is kettőzött nyálkahártya, dupla nyálkahártya van, mind a piros színnel, mind a sárga színnel jelzett nyálkahártya van. Tehát itt a kétféleképpen fogunk, most visszajövök a végbélhez, kétféleképpen tudunk programokat megélni. Az egyik az identitás konfliktus, ami ugye, mint mondtam, ezzel a piros színnel jelzett nyálkahártyára hat, és a gyógyulásban aranyérként fogjuk éldezni a tüneteket. A másik a sárga nyálka, sárga színnel jelzett belső nyálkahártya programja, az viszont a végtelenül szarul érzem magam program hatására szaporodik először, majd lebontjuk, és ilyen gennyes, véres, folyadék, gennynek a az ürítésével fog ez meggyógyulni, főleg ugye ez a tájok kipukkan, tehát a gennyes tájok az nem aranyér, hanem az a megoldott szarul érzem magam program. A tiszta vér megjelenése az pedig az identitás konfliktus megoldását jelenti, de hát a végbél programjairól is csináltunk már egy webkonferencia előadást. És akkor itt van még az utolsó két alsó relé, területkijelölési konfliktus, és hát amint látjuk, ebből kettő van, vagyis a területen kijelölése. Mind a nőies birtok szintjén, mind a férfias birtok szintjén egy nagyon fontos történet. És ez megjelenik ugye a hólyag, illetve a húcső szintjén. Itt a hólyag szintjén a pirossal jelzett nyálkahártya területről van szó. Ez a háromszögű sárga színű nyálkahártya terület, ez a hólyag alapnak a területe, és ez nem a birtok konfliktusokra, hanem egy nagyon súlyos, ocsmány történet, amin nemhezen tudjuk magunkat túltenni. Nos, hát ami úgy fennakadt nekünk, és ez lesz az, ami itt először indít egy szaporulatot, majd lebontáskor gennyes vizeletet. A piros színnel jelzett nyálkahártya területén pedig a területkijelölési konfliktusainkat fogjuk megélni, sorvasztjuk a nyálkahártyát, gyakrabban vizelünk, és megoldáskor visszaépítjük a lebontott nyálkahártyát. Most ha mindkét oldalon aktív a relé, vagyis mind anyagyerek, mind partner oldalon ki akarom jelölni a területemet, mert mindenki beleszól az életembe. A gyerekek ezt gyakran megélik, mert anyuka is neveli, meg mindenki más a családból, akkor ne csodálkozzunk, ha éjszaka ez a gyermek hát be fog vizelni, mert éjjel az epileptoid krízisben a szfinkterek, vagyis az áróizmok kinyílnak. És ha ki akarom jelölni a területemet, ez a szándékom, akkor ebben a biológiám segít a gyakori vizeletürítéssel. De csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha képtelen vagyok kijelölni a területem, tehát már feladtam, de nyilván még mindig zavar a dolog, akkor viszont az a záróizom elsorvad, és akkor alakul ki az inkontinencia. Na most a birtokzónákban mindkét oldalon, ha van egy-egy konfliktus, tehát a férfias oldalon is, meg természetesen a nőies birtokzónában is van egy fel nem oldott konfliktus, akkor ez konstellált állapotot eredményez, ami annyit jelent, hogy megváltozik a viselkedésünk. És ugye nem kell részletezzem, hogy ez is a
túlélés és a faj fenntartását szolgálja. A két felső relét, ha megnézzük, tehát a hörgő, illetve a géger relét, akkor itt mindkét oldalon, ha jelen van, tehát meg nem oldott konfliktust élünk meg, akkor az úgynevezett lebegő konstellációról beszélünk, és ez annyit jelent, hogy egy fel nem dolgozott rémület, félelem és birtok, féltés egy olyan felelőtlen a viselkedést a valóság racionális felmérésére képtelen viselkedést fog eredményezni, ami az embernek, a többi embernek a megjegyzéseit azért magához vonza. Ugye a mérleg szabály eldönti, hogy mániás vagy depresszív lesz az ilyen ember. Na most, aki még nem hallott erről, itt láthatjuk a következő két képen a mérleg két állását. Azt jelenti a baloldali kép, hogyha látjuk sötétebb ez az oldalon a relé. A rémület félelem kerül sínre az illetőnél, aki mind a két konfliktussal rendelkezik, fel nem oldott állapotban. Lezár a nőies birtok zóna az egész oldal, és ennek az embernek a viselkedése természetesen férfias, azaz mániás lesz. Ezért van az, hogy ez a lebegő konstelláció mániás szakaszban a nagyon könnyedség, a próbáljuk mindent megoldani, igen, állapotba semmi, kerül? Pontosan, semmi lehetetlen nincsen számára, minden, tehát felelőtlen döntéseket hoz, és mondjuk azt, hogy a lába nem ér le a földre, lebeg. Ezt így magyarul nagyon plasztikusan meg tudjuk fogalmazni, és nyilván a viselkedéseire is jellemző ez a fajta közlésmód. Ezeket a felelőtlen döntéseket azért is hozza meg, mert nem tud kockázatot kielemezni, hogy hol éri meg, meddig lehet elmenni, mint ahogy az ábrán is látjuk, hogy mintha kötélen, nem kötél táncol, hanem egy kötelen egykerekű biciklin, bekötött szemmel halad valaki. Ez így, igen, nagyon érdekes ez a kép. Hát pontosan arra utal, miért tudja ezt megcsinálni? Mert nála a rémület nem létezik, nem tud megijedni. Nem tud megijedni, biológiailag blokkolva van a rémület központja, és ezért viselkedik így. És a birtok féltését pontosan így akarja megoldani, hogy minden egyes módon, minden lehetséges módon próbálja a birtokát megtartani. Így van, megoldani a másik oldalt. És a viselkedése depresszív lesz nyilván, itt a jobb oldali képen látjuk, hogyha a birtok féltése kerül sínre, és akkor is a döntései felelőtlenek lesznek, de a hangulata egy depresszív hangulat képét fogja mutatni. Jön a középső, két középső relé, ugye a birtok vesztés és a szexuális konfliktus érintettsége. Nos, itt a kérdés az, hogy mi a konfliktus tartalom. Mert ugyanis, ha birtokvesztést élek meg kétszer egymás után, az első konfliktus becsapódása megtörténik jobbkezes férfinél a jobboldali relébe, a második ugyancsak birtokvesztés konfliktus a másik oldalra fog becsapódni, de mind a kettőnek birtokvesztés a tartalma. Balkezes férfinél az első konfliktus a női birtokzónába fog becsapódni, a második birtokvesztéssel kapcsolatos konfliktus pedig a saját férfias oldalára fog becsapódni. Nyilván hölgyeknél ez fordított, a jobbkezes hölgyeknél először a női oldalra, a balkezes hölgyeknél pedig az első ilyen konfliktus a férfias birtokzóna oldalára fog becsapódni. De ha férfiról, nőről legyen szó, jobbkezes, balkezes,
És mind a két konfliktusnak birtokveszt és konfliktus a tartalma, innen indul el az a gondolat, hogy megöli magát. Ez megint csak a fajfenntartás érdekében történik, hiszen egy ilyen ember, aki kétszer is elszenvedte a birtokvesztést, ne adja tovább a nem tudását a további generációknak. Az öngyilkosságot akkor fogja az illető elvégezni, ha a hangulata a mániás fázisban van. Legyen szó akár férfiról, akár nőről, akár jobbkezesről, akár balkezesről. Na most a szexuális tartalom is társul a birtokvesztésre, az már ki fog hatni a szexuális viselkedésre. Tehát a továbbiakban még mindig erről a két központról van szó, de szexuális jellegű konfliktusról. Ha a férfiaknál nézzük ezt a történetet, akkor egy jobbkezes férfinak ugye az első szexuális konfliktusa, vagy birtokvesztés konfliktusa, vagy a kettő együtt, ugye a jobboldali relét fogja lezárni. Teszem azt, lelépett a felesége, akit ő birtokának érzett, és ezzel együtt egyszerre két konfliktust is megélt, egy birtokvesztést és egy szexuális konfliktust is. Nos, ez természetesen megváltoztatja a viselkedését, az állatvilágban ezek lesznek a, mondjam úgy, hogy szoftik, ugye, a homoszexuális viselkedést mutató férfi, illetve hát hím egyedek, és ezek a férfiak egy ilyen konfliktus következtében többé-kevésbé impotensek is lesznek. Nyilván, ha valaki megnézi az erről szóló webkonferencia anyagot, részletesebb információt is kap róla. A balkezes férfinak az ugyanilyen típusú konfliktusa nem a férfias, hanem a nőies birtokzónába fog becsapódni, és ezáltal, hát hogy mondjam, még macsósabb lesz, még inkább fogja a nőket üldözni, de valójában egy teljesítményre képtelen férfiról van szó. Ezek inkább beszélnek róla, mint hogy megtennék mindazt, amiről szó van. Szóval finoman fogalmaztam. De ha mindkét relé érintett szexuális tartalom miatt, most akkor jön létre ez az úgynevezett Casanova konstelláció, és hát a Casanova az, aki gyűjti a, mondjam így, a tapasztalatait, és mindig a másik lesz a hibás, ha nem jön össze a történet. A mániásan gyűjtögető férfi embernek minden estére egy másik nőre van szüksége, viszont a depresszív viselkedésű Casanova az egy kitűnő családapa lesz. A hölgyek tekintetében ugye nymphomán és nymphodepresszív, vagyis nymphokonstellációról beszélünk. Ugyanaz a két relé érintett, de most hölgyekről van szó. A jobbkezes hölgyeknél a hüvei orgazmus az, ami hát nem fog működni, viszont a klitoriális orgazmus megmarad. Milyen érdekes, hogy a biológia mindig a nőket védi. Tehát pontosan azért, hogy legyenek hajlandók a fajfenntartásra, még akkor is, hogyha már elszenvedtek egy szexuális konfliktust. A jobbkezes nő tehát, még egyszer most mutatom, a jobbkezes nő a női birtokzónába fogja ezt a hammeri gócot kialakítani, ami azt jelenti tehát, hogy a hüvei orgazmusa az elmarad, de klitoriálisan még csikló szintjén minden rendben van. A balkezes nőnél az első ilyen szexuális konfliktus nem a női, hanem a férfias birtokzónába csapódik. Őnála a klitoriális orgazmus az, ami lezár, természetes, és a hüvei orgazmus megmarad. Az ilyen hölgynek a viselkedése.
mivel ugye a férfias oldal le van zárva, erősen depresszív lesz, nőies lesz, magába zárkózott, és nem, hogy mondjam, nem feltűnő és nem szembetűnő a viselkedése, viszont a másik hölgynek lezár a tetejérése, szexuális konfliktus következtében megszűnik a menstruáció, és a viselkedése, hát hogy mondjam, egy kissé férfias lesz. Mikor már mind a két konfliktust elszenvedte egy hölgy, akkor már mindegy, hogy jobbkezes vagy balkezes. A lényeg az, hogy mely konfliktus mikor kerül sínre. És természetesen, ha a mániás viselkedés lesz jellemző, mert amint látjuk, a mérleg itt balra billent, tehát nyitott a jobboldali férfias viselkedés, a mániás viselkedés, ez a nő kötekedni fog a férfiakkal, és ő tesz ajánlatot a férfiaknak szexuális kontaktusra. Viszont, hogyha a hölgy viselkedése depresszív lesz, mert ugye a jobboldali zónában, a férfias zónában levő hát hámeri góca került sínre, ez a történet került sínre, akkor a viselkedése hát magába forduló, csendes lesz, és hát ebből is kitűnő hát családanya lesz. Itt utalok azokra az oldalszámokra, amelyek Hammer doktor könyvében megtalálhatóak. Ezek a szövegek Hammer doktortól lettek itt a jobboldali zónában lefordítva, és az ő könyvéből való. Az agresszív konstellációnál, amint látjuk, a tápcsatornának a reléi érintettek, tehát a bosszankodás és az identitás. Itt is a viselkedés ugye akkor válik agresszívé, amikor hát sínre kerül az identitás konfliktus. Ezek az emberek az agresszív viselkedésükkel hát a másik embert megtámadják, a másik ember ellen támad. Ha viszont a depresszív viselkedést nézzük, akkor ezek az emberek önmaguk ellen fognak támadni. Tehát ezek az önmagamra nézve is veszélyes vagyok, gondolok itt az öncsonkító folyamatokra, igen, azok, amikkel önbüntető szándékkal a testemet, a testünket tudjuk valamilyen módon agresszívan megtámadni. Ezeket, igen, az eseteket gondoljuk itt kiemelkedően, igen, fontosnak. És nagyon érdekes, hogy a bosszankodás és az identitás konfliktus, hogy ez mennyire kéz a kézben jár. Most szeretnék egy gyakorlati tanácsot kérni tőled, Karesz. Abban az esetben, ha mondjuk valaki folyamatosan bosszankodik, és elbizonytalanodik abban, hogy a döntései valóban sajátjai, és azok jók-e, akkor mind tud könnyebben változtatni mondjuk az identitásán, hogy megtanulja önmagát képviselni, vagy esetleg azon, hogy bosszankodjon. Talán a bosszankodás, mintha több lenne egy ember életében. Mit javasolsz? Mi a fontosabb? Tudni azt, hogy kik vagyunk mi valójában, vagy valamilyen egyéb metódussal, egyéb módszerrel próbáljuk a bosszankodásunkat leküzdeni? Hát szerintem könnyebb megoldani azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Ezt könnyebb lerendezni, akár mondjam úgy, hogy racionális ésszel is ezt helyre lehet tenni, és ezt az ügyet le lehet zárni. A bosszankodás egy annyira általános dolog, legalább, mint az aggódás. És mindig elmondom, hogy bosszankodással és aggódással még senki nem oldott meg semmit, mindig megkérem a hallgatóságot, hogy szóljon már valaki, ha megoldott valamit azzal, hogy ő bosszankodott. Doktor úr, 5 éve bosszankodom, és megoldódott az ügy. Vagy 5 éve aggódom, és ettől a gyerekemnek az élete megváltozott. Nem, ez mind mi ránk fog hatni, és minket fog tönkretenni. Nyilvánvaló, hogy más hülyesége miatt bosszankodni, az meg teljesen értelmetlen dolog, de hát erre, hogy mondjam, ez el kell jusson a belátás szintjéig. És el kell jussak oda, hogy belássam, hogy a másik ember csak ennyire képes, akkor mit várok el tőle? Hisz azzal, hogy bosszankodom, mert ő nem úgy viselkedik, ahogy én azt elvárom tőle. De milyen érdekes, hogy ezek a hirtelen agresszív dühkitörések, ezek a nagyon heves reakciók, azok
Mindig olyan nagyon kivételes napokkor történnek, mint ünnepek, születésnapok. Ismerünk ilyen embereket, ó, igen, akik karácsonykor szétverik a házat, pontosan. Van-e, vagy lehet-e egyáltalán, és most önöket kérdezem, ezeknek az embereknek a viselkedését, a hétköznapjait felmérni olyan szinten, hogy mennyire hajlamos ez az ember folyamatosan bosszankodni? Lehet, hogy egy olyan kiegyensúlyozatlan funkcionális családban él, ahol folyamatosan bosszankodik, és abban a pillanatban, amikor még az identitását, még az emberi értékeit is megkérdőjelezik, hogy hát miért csinálod ezt? Folyamatosan te kevered itthon a bajt, most ünnepkor sem tudsz nyugodtan igen, maradni, te vagy igen, az, aki kötekszik. Igen. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy az identitásában is megrezgetjük, vagy elbizonytalanítsuk ezt az embert. Igen, és itt baloldalt pont ezt ábrázolja ez a kép. Ha megpiszkáljuk valakinek az identitását, legyen az kisebbség, akkor nyilván, hogy agresszív lesz a viselkedése. Nos, még van... ugye elmondtam, hogy ha mindkét relé érintett a terület kijelölésnél, akkor abból éjszakai bevizelés lesz, de ha megnézzük itt az identitás konfliktust ugye ezen a képen, és látjuk, hogy a birtok féltéssel együtt jelenik meg valakinél, akkor egy nagyon érdekes és nagyon könnyen felismerhető konstellált állapot, a mitomán és mitodepresszív konstellált állapot lép fel. Hát a mitomán ember az hát elképesztő módon tud beszélni, de folyamatosan, hogy nem tudunk közbeszólni, és nem veszük észre, hogy mikor vett közben levegőt. Tehát ezt látjuk, hogy a végbélrelé és a hörgőrelé érintett, tehát magyarul ezt szófosásnak is nevezhetnénk ezt az egészet, és biztos, hogy van a baráti körünkben olyan, akivel ha találkozok, akkor elkezdi mondani az összes dolgot, ami számára fontos, nyilván magával kezdi, meg a párjával, meg a gyerekével, meg az anyósával, meg a szomszédjával, meg a munkahely, és mikor már a politikai helyzetet is megbeszélt, akkor megint kezdi előről. Nos, ezek a mitomán embereknek csupán az egyik vagy a másik konfliktusát kéne megoldani. Kérdés, hogy melyik az utolsó, mert ugye a konfliktusok megoldási sorrendje az az utolsótól megyünk előrefelé. Aztán, amikor megtörténik a hormonális változás, akkor megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje. A hormonális változásnak ennyi a lényege, és előtérbe kerülnek a gyerekkorban megért konfliktusok, és azért nem értjük meg, hogy bizonyos tünetek hogy jelennek meg a menopauza vagy az andropauza után. A jobboldali képen pedig pont a fordított helyzetet látjuk, ez az ember is beszél, de magában. Látszik rajta, hogy gondolkodik, még lehet, hogy a szája is közben-közben mozog, a szeme néz jobbra-balra, közben legyint egyet-kettőt, de ez mind önmagában történő esemény, és hát az ilyen ember egy igencsak csendes társ. Most, ha megnézzük a bosszankodáshoz kötődő többi eseményt, ugye ezen a képen pont az előzőnek a fordítottját látjuk. Visszahozom az előző képet, látjuk, hogy itt volt ugye a végbőrrelé, és ferdén fölfelé a birtok féltés, és most jön ennek a fordítottja, itt van a bosszankodás, és fölötte a rémületfélelem. Nos, amikor ez a két konfliktus jelen van valakinek az életében, akkor alakul ki az autisztikus viselkedés. Mondjuk egy gyerekből egyetlen művelettel lehet autistát készíteni, ha beviszik a rendelőbe oltásra, és az anyuka leteszi a gyereket az asztalra, és kimegy, mert ő ezt nem bírja végignézni.
Az egény gyerek elkezd rémülten, itt van, rémülten ordítani, mert az anyja ott hagyta, és amikor lefogják és belédöfik a tűt, bármilyen injekció kapcsán, akkor még bosszankodhat is rajta. Nyilván, hogy a gyerek fogja eldönteni, hogy miként éli meg, de bevittünk egy egészséges gyereket, és kihoztunk egy autista konstellációban élő gyereket. Nagyon sokszor használjuk ezeket az autisztikus jellemvonásokat, vagy jegyeket felnőttekre is. Így van. És nagyon érdekes, hogy olyan eseteket is tudunk mutatni, vagy olyanokról is olvasunk, amelyben a felnőtt válik autisztikussá, úgy, hogy ő gyerekkorában nem volt, nem találkozott, nem volt felfedezve, nem volt diagnosztizálva. És nagyon érdekes, hogy vannak olyan munkahelyek, főleg a multinacionális cégeknél egy-egy ilyen audit, folyamatos belső ellenőrzés, Kontrol, belső igen. rendőrség is van egy-egy cégnél. Persze nem rendőrség, de gyakorlatilag egy olyan ellenőrző szerv, ami a rendészeti dolgokat látja el, az viszont egy folyamatos bosszankodást is jelenthet, hogy állandóan bosszantanak a kollégáim, állandóan bosszant az a rengeteg határidő, a betarthatatlan deadline, ezt nagyon szerettem ezt a szót, mert ilyen nagyon hasonlít a halálvonalhoz, a deadline amúgy angol értelmében az nagyon érdekes, mert a lövészárokban nevezték ezt a deadline-nak. Tehát milyen érdekes, hogy az első golyófogó, az a középvezető, aki ugyan kapja az utasítást a főnökeitől, igen. és ezt továbbítania kell az alatta hierarchikus rendben dolgozó emberekkel, és itt az egy folyamatos bosszankodásra ad lehetőséget. És vannak ezek az évente elvégzendő auditok, felmérések, tesztek, ami rémületfélelemmel tölthet el, főleg akkor, hogyha a munka mennyisége miatt kivitelezhetetlen a jó munka, a jó munkavégzés. Innentől kezdve, aki ezt ismeri, tudja, hogy csak a rémület félelmet kell folyamatosan fenntartani, hogy itt a baloldali képen látjuk. A folyamatos leépítésnek a veszélye, meglebegtetése. Meglebegtetjük, hogy vannak még munkanélküliek az ajtón kívül. Ettől a rémülettől ez az illető úgy fog dolgozni, mint egy biorobot. Ez lesz az autista mániás viselkedése. Ha viszont a mérleg a túloldalra billen, és a bosszankodásra kerül sínre, akkor magába zárkózott lesz, szótlan lesz, és viselkedése, hangulata depresszív lesz. Mint ahogy látjuk itt ezen a gyereken, aki csak fekszik, és piszkálgat egy játékot. Ugyancsak a bosszankodásról már ugye szó volt, az étvágytalanság konstelláció, az anorexia kapcsán is, ami azt jelenti, ha megnézzük, akkor ugye a bosszankodás és a rémületfélelem egy autista konstelláció, de társulhat hozzá étvágytalanság, ha a bosszankodás a táplálkozással kapcsolatos. Ugyanúgy az agresszív konstelláció is megtalálható itt, de a bosszankodás ugye közös tényező, és a többi helyen is, ha akár birtok, vesztés, akár területkijelölés kapcsolódik a bosszankodáshoz, az mindig hatni fog a táplálkozásra, nem tudok enni, és innentől kezdve az étvágytalanság adott lesz. Ráadásul ennek a betegnek a magáról alkotott képe is hát hibás lesz, folyamatosan kövérnek, dundinak látja magát, holott már csontsovány. Én úgy gondolom, hogy némi bevezetőt sikerült ezekbe a konstellált állapotokba adni, és talán sikerült összefoglalni röviden, tömören, amit a birtok konfliktusokról tudnunk kell, és ezután, ha annyit mondok, hogy birtok konfliktusok, ezután a hallgatóság konkrétan tudni fogja,
hogy mire gondolok, vagy újra nézi ezt a webkonferencia anyagot. Nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést, Karesz, hogy vagy újra nézi ezt a webkonferencia anyagot, hiszen a konstellált állapotokkal, a birtokzónás konfliktusokkal azt hiszem, hogy sokkal több dolgunk van, mint ahogy... Hát persze, hát ez csak egy összefoglaló volt, mondjuk repülőből néztünk rá a Hammeri térképre, sokkal részletesebben lehet erről beszélni, azért ne feledjük, hogy a táborban 2 órás előadást tartottam csak a konstellációkról. Szóval van itt még bőven miről beszélni, de hát egy webkonferenciába ennyi fér be, és először résztvevő embereknek még szerintem ez is nagyon kemény volt, de legyen a germán gyógytudomány, ami kedvenc témán, foglalkozzunk vele, fejtsük meg a konfliktusainkat, és oldjuk meg őket érzelmileg, pontosan azért, hogy valós megoldáshoz jussunk. Mert ugye rájöhetünk arra, hogy nem a statisztikai adatoktól függ, hogy milyen betegségeink lesznek, hanem attól, hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktusunk van. Ez nem jelenti azt, hogy a környezeti tényezők nem befolyásolják az egészségünket, de a hiányos táplálkozás, a mérgezések, a különböző hát orvosi műhibák, sugárzások, balesetek, ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. És amit láttuk a mai előadásban, a konfliktusok halmozódása meghatározza a személyiségünket, viselkedésünket és a hangulati változásainkat is. A germán gyógytudományban tehát az érzelmek feltárásával és megoldásával fogjuk az okokat megoldani, és nem kell a következményeket egy életen át kezelni. És azt se felejtsük, hogy itt egy valós tudományról van szó, hiszen a tudományosságra jellemző, hát ismérvekkel a germán gyógytudomány teljes mértékben rendelkezik. Reprodukálható bárhol, a Föld bármely részén élő embernél, ezek a konfliktusok, ezeket a biológiai válaszokat és viselkedés változásokat fogják okozni. Össze is hasonlítható, hogy egyiknél és másiknál hogyan és miként történik, és előre jelezhető, mint ahogy mondtam, a 9 hónap után oldjuk meg a birtok vesztés konfliktust, az biztos, hogy 6 hét múlva szívmegálláshoz vagy tüdőemboliához fog vezetni, attól függően, hogy férfiről, nőről, jobbkezesről vagy balkezesről van szó. Tehát nem kell állatkísérleteket és különböző statisztikákat végezzünk, hanem meg kell ismerjük azt a 9 hónapot, ami az anyamében telik el, és az 5 biológiai természettörvényt, amit az elején bevezetésképp elmondtam, és ne feledjük, hogy az érzelmi megoldással a sinek is eltűnnek, tehát ez az a megoldás, ami valóban megoldás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, hogy mindezt elmondtad nekünk. Én azt gondolom, hogy rengeteg egyéb információra lesz még ebben a kérdéskörben szükségünk, és ezért is kérem minden kedves hallgatónkat, hogy először a fórum részben a birtokzónás konfliktusokkal, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezzünk.